Az MLS megyei igazgatósága évek óta szervez egy felkészülési tornát a megyei bajnokságban szereplő együttesek számára. Az idei esztendőben új néven, de a megszokott lebonyolítási rendszerben döntötték el a csapatok, hogy kiviheti haza a Nyírerdő kupát. A régi Homa kupának a folytatása ez a torna, csak bizonyos okok miatt változtatnunk kellett a szponzor, illetve a névadón. Ezúttal nem 36, hanem 39 csapat indult, megpróbáltuk még a végén azoknak a csapatoknak is elfogadni a nevezését, aki az utolsó pillanatban adta le, és nem akartunk senkivel kiszúrni. 6 csarnokban indult el a selejtező, majd a következő alkalommal már 4 csarnokban 24 csapat játszott, és ezt követően most kerül sor a 8-as döntőre. Ahogy én eddig is tapasztaltam, a délőtt folyamán nagyon színvonalas, izgalmas meccsek zajlanak. Különösen azért lehet ezt mondani, mert oldalt palánkra játszhatnak a játékosok, és így jóval gyorsabb a játék. A tornát a tavalyi győztes Nyírgyulai nyerte, miután a döntőben 2-0-ra verte a Tiszakanyár csapatát. A harmadik helyet az Apagyese szerezte meg a Volánsényű előtt. A legjobb kapusnak a tiszakanyári Krizsanovszki Andrást, a legjobb játékosnak a sényűi Kovács Bélát választották meg a szakemberek, a gólkirályi címet pedig a Nyírgyulai Berezs Zsolt szerezte meg.